Na, szóval, hogy a termékeket milyen stratégia mentén fejlesztik a német fánál? 91 vagy 93 óta? Tehát nekünk nincsen fejlesztő mérnökünk, aki ezen nagyon előre sosem, tehát mindig valahol a piacnak szeretnénk megfelelni, és a piacnak, amit a piac megkíván, amit a vevő keres, ahhoz próbáljuk igazodni a termék gyártási palettánkat. Tehát ugye ahhoz igazítjuk egy kéztermék, teszem azt ablak, ajtó, faház, de általában azért a vevő, amit kért, tehát a vevő ugye azért járja a világot, a vevő azért baromira tájékozott ma már minden nemű termék fajtáról, tájékozott, hogy mi a jelenlegi stílus, a hullám, ugye mi a kereset, mi az, ami szép és jó a mai elvárásoknak megfelelő, és ugye ennek kell nekünk megfelelni, és azután majdnem mondhatnám, hogy a piac irányába megyünk állandóan, tehát előre hiába akarok én tervezni egy új faházat, tehát azt persze lehet tervezni új házat, új faházat, de azt a piacon bevezetni megint egy hatalmas nagy költség lenne. Tehát inkább azt veszük, hogy talán annak élünk, hogy ugye azért szoros a mai kis középvállalkozónak a helyzete, a fejlesztése, hogy amit szeretne rendelni, amit elvárva egy vevő, annak megfelelően tervezünk terméket, és azt próbáljuk még korszerűbbé, vagy egyáltalán fejlettebbé tenni, vagy dizájnosabbá tenni egy terméket. És kik ezek a vevők? Ezek lehetnek belső építészek, építészek is? Hát magánemberek zömébe, aztán jönnek hozzánk azért külföldön is. Ausztriából vevők azért, hála Istennek, ugye a közelségünk miatt lenti Ausztria nem messze van egymástól. Ausztriában dolgozunk sokat, Olaszországban dolgozunk. Ők is diktálják ugye a elvárásokat, és ugye előre vannak mindennemű dizájnban, termék fejlesztésben, mint mi magyarok, és valahonnan onnan is jönnek az új ötletek. Tehát sokat megyünk azért vásárokra, külföldön, kiállításokra, úgy vásárra, kiállításra gondolnám. És ez a cégnek mondjuk azt, hogy a helyzetéből, tehát az, hogy lentiben van ez nem az oldalt, hogy tönkötteni az olasz és a... Hát persze, igen, az is sokat számít, hogy persze. A hely az meghatározó, így van, hogy valahol a közelség azért eleve, hogy nem mindegy, hogy Nyíregyházán vesz terméket egy osztrák ember, oda nem fog elmenni, mert azt a terméket nem csak legyártani kell, be kell tudni építeni a házába megfelelő méretre, megfelelő elvárásra és kívánságra, hogy azt távolabbról nem lehet természetes. Mióta foglalkozott faházakkal? Hát faházak gyártását a 90-es évek. Hát végén 98-ban kezdtük komolyabban faházakat gyártani, és azóta ugye, tehát szintén nem úgy van, mint egy nyugati országban, hogy szakosodtak azért, mert ott óriási kultúrája van a fa építészetnek, a faházak építésének. Ugye ott 60%-ban Ausztriában is a házak, családi házak fából készülnek, nálunk talán 1-2%-a készülő fából, mert nincs múltja és nincs igazán marketingje egy faháznak. És ugye, tehát mindig rendelnek házat, mindig egyedi házakat gyártunk, egyedi kívánság szerint próbálunk megfelelni a vevő elvárásainak. Tehát nem úgy van, mint Ausztriában, hogy a gyárba készülnek a panel elemek, és viszik, építik össze a házakat. Tehát nálunk nincs akkora igényes, nem is lehet annyit beleölni fejlesztésbe, mert hiába ölöm bele a pénzemet, meg mérnök embereket, meg időmet, hogyha nem tudom ugye a piacon eladni, mint ahogy szeretném, vagy tömegébe eladni, mint egy nagyobb piacon, mint az osztrák és a német piac. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Sikerült mindent elmondani? Hát ez, erről így van. Igen, jó. És a jövő, még egy kérdés, hogy a jövőt hogy látja? Tehát most pozitívan látom a jövőt mindig, hát az visz előre bennünket, hogy mindig. Én is azt látom, hogy van igény a termékre, tehát jó a termék, amit gyártunk, fából csorákat lehet mindig azt mondom alkotni. Fa az egy igazi olyan értéképítő anyag ma már, hogy szinte nem lehet kihagyni az építőiparból, és mindig megújul olyan dolog, hogy csodaszép anyag. Igen, én szerettem, különben nem is lehetne ebből alkotni, szeretnék el. Sok termékük van, sokféle dolgot csinálnak. Egyediek vagyunk az országban, mondhatnám, hogy ennyiféle terméket gyártunk, ez jó is, meg rossz is jó, hogy egy válság időszakában át tudtuk vészelni a válságot, akkor voltunk 130-an, most 90-en vagyunk. És rossz, mert ezt azért összefogni, összelogisztikázni nem egyszerű történet. Tehát pláne ugye
egy olyan piac, ahol azért nem egy nyugati piac, még egyszer mondom, ahol hatalmas az építkezés, meg az építőipar igénye. Ugye az elmúlt 6-7-8 évben állunk, azért nagyon-nagyon gyenge volt az építőiparban az igény, minden nemű termékre mondhatnánk. De túléltek és most nem? Túléltük, működünk, előre menekülünk. Helyes. Küzdünk, dolgozunk. Köszönöm. Köszönöm. Akkor ennyi. Jól van.